A fekete mezben játszó Termászpá Siklós FC a pirosmezes Mohácsi TE 1888 csapatát fogadta vasárnap a Baranya megyei első osztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában. A mérkőzés 38. percében Ignác Olivér révén szerezték meg a vezetést a vendégek, majd a 85. percben a házigazdák 9-ese Árvai Tamás követette szabálytalanságot Berkovics Bálinttal szemben, és a játékvezető 11-est ítélt. Schmidt Zsolt büntetőjét védte a siklósi kapus, de a kipattanót a hálóba helyezte a mohácsi csapatkapitány. Ezzel beállította a 0-2-es végeredményt. Túlgondoljuk egy kicsit a játékot, sokkal egyszerűbben kéne futballoznunk, és akkor tudnánk gyorsabban is játszani, meg tudnánk pontosabban is játszani. Hát nem tudom, ezt át kell beszélni a srácokkal, mert ez most a második olyan mérkőzés, ahol az nem tetszik, hogy gondolkodunk a fociról. A mérkőzés érdekessége volt, hogy a házigazdák ezen a találkozón mutatkoztak be az új szezonban, hiszen az eddigi két bajnokiukat és a Magyar Kupa megyei selejtezőjüket is elhalasztották. A mohácsiaknak viszont már sikerült 4-1-re legyőzniük a PVSK csapatát idegenben, a Magyar Kupában pedig csak egy lépés választja el őket a főtáblára kerüléstől. Átalakulóban van a csapatunk, sok fiatal játékos szeretnénk beépíteni a következő években. Így vágtunk neki ennek a szezonnak is, szeretnénk kihozni a maximumot ebből a bajnokságból. Én úgy érzem, hogy ma, amit lehetett, azt próbáltuk megvalósítani. Többé-kevésbé sikerült, hogyha szerencsénk van, akkor másképp is alakulhatott volna az eredmény. Összességében a hozzáállással, a mentalitással elégedett voltam. A két csapat szerdán Magyar Kupa meccsen találkozik újra Siklóson.